Istent imádni, hazát szeretni kötelesség, érettük meghalni dicsőség. Hegypuszta. 30 kilométerre délre a fővárostól, 10 kilométerre az ország geometriai középpontjától, az Alföld és a Kiskunság bejáratánál, ahol nem csak az idő, a tér is végtelenbe nyúlik. Csendes kísérője a történelmi viharoknak, amely sok viszályt és rombolást élt át. Dúlt itt hódító magyar, tatárhorda, török sereg, labanc és szovjet megszálló egyaránt. Mégis maradt a táj az, ami mindig is volt, a földből áradó csoda. Egy 60 négyzetkilométeres tájegységen járunk, mely az avatatlanok számára nem fedi fel múltját. Filmünk ebbe a történetbe nyújt betekintést. Grófok, bárók, bankárok és számos nemes, világi értelmiségi, de zsellérek, jobbágyok, iparosok, munkások otthona is, melyben mint testben a vér, a láthatatlanok alkották, formálták és tartják a mai napig életben e tájat. A 18. században a török seregeket visszaverve megkezdődhetett az ország újraépítése, bár a Rákóczi Szabadságharc ezt kissé késleltette. A királyudvarban III. Károly, majd később Mária Terézia is azt a törekvést vallotta, hogy a magyar hátán szántani lehet, csak nemzeti színű legyen az eke. A korábbinál jóval nagyobb autonómiát adva az országnak láttak hozzá az újjáépítéshez. Magyar származású nemesek által szorgalmazták a gyéren lakott területek újrabenépesítését, az arányos teherelosztásokat. Szabad vallásgyakorlatot hirdettek, a parlagon heverő területeket pedig nemesi családok kezébe adták, melyekről tudták, hogy jól fogják hasznosítani azokat. A ritkán lakott országrészek betelepítése megkezdődött, ahol szükség volt rá nemzetiségiekkel. Magyarországon újraindult az élet, közel 200 éves viszályt követően újra a béke napjai köszöntöttek az országra. A szabad vallásgyakorlás, a magyar érzelmű földbirtokosok, a rugalmas irányítás újra színessé tették a mindennapokat. A hosszú viszálykodás keserű tapasztalásai pedig elfogadhatóvá tették az egyes tájegységek lakóit egymással szemben. Bugyi a Beleznai család, Dabassári, Forster Kristóf tábornok, Ürbőpuszta pedig a Vaj család, a Bánffy család és a Forster család kezelésébe került az 1700-as évek közepén. A környék felvirágzott. Ürbőpuszta az ország legnagyobb paprikavetőmag ültetvényévé vált, méhészet, gyógynövénytermesztés és meg annyi termelési forma honosodott itt meg. Borzashegypuszta a losonci Bánffy család kezelésébe került. Bánffy Mihály báró nagy lehetőségeket látva a területben két nagymajorságot is építtetett. A Bánffy bárómajort, melynek nyomait még ma is láthatjuk Sári irányába elhagyva Bugyi községet, ezt jelenleg Teleki majorként ismerhetik a helyiek. És a borzashegyi majort, melyen 1761-ben templomot állítottak fel, illetve egy gazdasági központot hoztak létre. Ugorjunk térben és időben kicsit. 1850 körül Siménfalvi Székely Mihály Dabassáréba költözött, ahol jegyző lett. Bodrosi Barbarával közös házasságukból 7 gyermekük született. Lajos, Ilona, Anna, Dezső, Jolánka, Barbara, és filmünk egyik főszereplője a legfiatalabb gyermek József, aki 1865-ben jött a világra. Siménfalvi Székely József iskoláit Sáriban, Aszódon, Nagykőrösön és Kecskeméten végezte közgazdasági szakon azzal a tudatos céllal, hogy jegyző édesapja nyomdokaiba léphessen. 1890. július 17-én összeházasodott a mendei származású Papes Herminnel, aki 1903. február 28-án a belügyminiszter ide vonatkozó engedélye alapján a nevét Pártos Herminára változtatta.1891. január 20-án megszületett első és egyetlen gyermekük, Kázmér Pál, aki filmünk másik főszereplője lesz. Siménfalvi Székely Kázmér Sáriban kezdte meg a tanulmányait 1897-ben, 2 évvel nagyapja halála előtt, aki 1899-ben hunyt el, 80 évesen. Az ifjú Kázmér a családi tradíciókat követve folytatta iskoláit és készült a jegyzői pályára. Sáriban végzett általános iskolai tanulmányai után magántanulóként Jászberényben járt gimnáziumba. Korát messze megelőzve 14 évesen sikeres érettségi vizsgát tett 1906-ban. Egy év otthoni gyakorlatot követően 1907-ben a Szegedik Felső Kereskedelmi Iskola, 1910-ben pedig a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia tanulója lett 19 éves korában. Az első világháború 1914-es kitörésekor általános mozgósítást rendeltek el. A nemzeti érzelmű fiatalok ezrei azonban ezt nem várták meg, még a behívó parancs megérkezése előtt önkéntes katonai szolgálatra jelentkeztek. Székely Kázmér is hasonlóan tett. 1914. szeptemberében 3034-es számú önkéntes tizedesként bevonult a budapesti 32. császári és királyi gyalogezredhez. Az ezred szeptember végén elfoglalta helyét a dél-lengyelországi Szokoliki mellett, ahol az orosz csapatokkal azonnal felvették a harcot. A szülők számára, mint egy rossz álom, úgy hatott a csapások sorozata. Gyermekük azonnali elvesztése a háború gyilkos fergetegében, az ismerősök, családtagok halála, az újságok által sűrűn szedett oldalakon közölt veszteséglisták végen láthatatlan tengere. A háború végén az erősen nemzeti érzelmű családot még a trianoni békeszerződés által elcsatolt területek kudarca is sújtotta. A világ forrongott, kisebb-nagyobb polgárháborúk és forradalmak robbantak ki. Itthon káosz volt, amin a Horthy Miklós vezette, erősen nacionalista kormány sem enyhíthetett, miközben a Párizs melletti Versailles-ban a háború győztes országainak vezetői összegyűltek, és ítéletet mondtak a vesztes országok felett. Ezen csapások összessége a Székely családot a vallás felé irányította, amelyben lelkük megnyugvásra talált fiúk és országuk elvesztése miatt. A család első terve a Borzashegyen 1885-ben leégett templom helyreállítása volt, azonban a vicinális utak fejlesztése új irányt szabott ennek az elképzelésnek. A harang, amely a Bánffy család jóvoltából 1761-től 1923-ig Borzaspusztán volt, immáron új helyre készült költözni. Új feladat, új otthon várt rá. A vicinális utak építésének első fázisa Taksony és Dabassári között valósult meg, mely érintette a Székely család birtokát is. A család a birtok sarkát érintő út mellé tervezte megépíteni a templomot, amellyel örökemléket kívántak állítani fiúknak, Kázmérnak. Egy erdélyi vonásokat mutató, román stílusú templom volt, helyi, nemzetiségi motivumokkal. Egyenes vonavezetésekkel, gótikus ablakokkal, jellegzetes, egyenes tetővel és egy családi kriptával az oltár alatt a Székely család részére. A templomot Kerekes József pesterzsébeti építész tervei alapján kezdték megépíteni 1935-ben. A templom elé Jézus a jópásztor szobrát állították, szintén fiúk tiszteletére. A szobrot Búóc Rezső kerületi esperes áldotta meg az 1936. május 10-i körmenet alkalmával. Mögötte egy félköréves építményben Pádolyai Szent Antal szobra látható a Kisded Jézussal. Időközben megkezdődött a templom építése, annak elkészültét azonban Pártos Hermin 1936. február 9-én bekövetkezett halála miatt már nem érhette meg. Ugyancsak nem lehetett tanulja az alapítványok létrejöttének, amely a templom és a helyi közösség részére megépítendő egy tantermes iskoláról is rendelkezett. A templom részére 1936. augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Székely József az akkor nagy divatnak örvendő mozgalom jegyében országzászlót adományozott. Az elkészült templomot 1936. október 29-én Vedres Béla pestújhelyi apát plébános szentelte fel. Ebből az alkalomból 11. Pius pápa Pro Ecclesia et Pontifice, azaz az egyházért és a pápáért becsületkereszt kitüntetést adományozott Székely József részére az egyház érdekében végzett munkásságáért. Mindeközben egy másik esemény is zajlott a háttérben. Székely Kázmér végső nyughelyére szállítása. Székely József fiát 1936. október 20-án a Fiumei úti sírkertben exhumáltatta és hazaszállítatta Borzaspusztára, ahol október 29-én a templomszentelés napján ünnepélyes keretek között temették újra a templom kriptájában. Immáron elérte célját. Székely József a figyelmét az alapítványa és Borzaspuszta felvirágoztatása felé fordíthatta. 1937. július 17-én egyházi feloldozás után újraházasodott a debreceni származású 19 éves Gál Líviával. A szertartásra a borzaspusztai templomban került sor. Az esemény alkalmából a bugyi plébánia dísztáviratban köszöntötte a házasokat. Néhány évvel később újraházasodott Mátrai Máriával, akivel haláláig Borzaspusztán élt. Székely József 1942. szeptember 27-én a borzaspusztai Székely kúriában hunyt el, és a templom kriptájában helyezték őt is örök nyugalomra. Két évvel később a II. Világháború elérte ezt a vidéket is. Ürbőpusztán két komolyabb összecsapás volt, de Borzaspusztát és a templomot elkerülték a csatározások. A bugyi plébánia jelentése szerint a templom épségben megmaradt ugyan, de a kegytárgyakat elvitték, a kriptát felforgatták az átvonuló csapatok. Idézet Hangai Rupert esperes jelentéséből. Az úgynevezett Borzashegyi Székelyféle templom is sokat szenvedett ezen időkben. Minden templomi fehérneműt elvittek, néhány padot is eltüzeltek, kriptát feltörve a kegyőr tetemeit kiforgatták. Sőt, e templom alapítvány erdejét 7 kataszteri hold egy szálig letarolták. Az 50-es évek nem hoztak jó időszakot Borzaspusztára. A TSS-ítés, államosítás megbontotta az eddig egységes közösséget. A közművesítés, a faluközpontúság és az új munkahelyek mindinkább a faluba csábították, vagy kényszerítették a tanyán élő családokat. Gépből jövő magot vontatókocsi szállítja a kombányszérűre. Alig telik el néhány óra, és a mag megszárítva már az állami magtárakba kerül. Június 11-én megérkezett az első gabonaszállítmány a Gizellamalomba. Az új gabonát a taksonyi és a kiskunsági államigazdaság küldte a főváros népének. 60-as évek közepére a kiskőrösi államigazgatás és a Bugyi TS felszívó erejének köszönhetően Borzaspuszta elnéptelenedett, a borzashegyi templomot pedig bezárták. A magára hagyott templomot lassan tégláról téglára szétlopták, a 70-es évek elejére az eredeti állapotának már csak torzója maradt meg. A Kőjál és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal a 70-es évek végén Borzaspusztát jelölte ki a Kinoin gyógyszárgyár hullaték égetőjének színeiül. A Kiskőrösi Államigazgatás pedig a kérésnek megfelelően ledózerolta a majorság épületeit és megépítette a hulladékégető üzemet az egykori majorsági díszkert helyén. Ez a hulladékégető üzem a 90-es évek első feléig, vagyis másfél évtizeden át üzemelt, majd a berendezéseket elbontották, Borzashegyet pedig magára hagyták. Újabb negyed század telt el, a sebek, amelyeket Borzaspusztán ejtettek, lassan, de biztosan gyógyulnak. A tájat ismét a természet uralja. Visszatért az állatvilág, mindennapos vendég a híja, a rétisas és jelentős a szalakóta populáció is. Tavasszal a vadvirágok teszik színessé a tájat, végen láthatatlan pipacsmezők, akácvirág és többféle nőszirom tarka szőnyegként borítja a múlt sokat látott színhelyét. A kápolna romja a Magyar Zalándok út egy értékes pontja, itt pihennek meg az átutazók. 2020-ban Bugyi nagyközség pályázati úton elnyert összegből lehetőséget kapott a kápolna részleges felújítására, így nem tűnik el a Székely család öröksége. Újra jó gazdája lesz a Székely család örökségének. A következő rész tartalmából. A Székely család története azonban itt nem ért véget. A borzashegyi templom históriája távoli vidékre vitt minket. Vas megyében járunk, az ország nyugati szegletében. Sárvár félúton Szombathely és Pápa között gyógyvizéről és a Nádasdy várról híres országszerte. Utunk itt ér véget. Minket azonban nem a nevezetességek hoztak ide, a sárvári sári templomba jöttünk látogatóba. Ide a közel 700 éves Szent Miklós templom mellé temették Tinódi Lantos sebestyén 1556-ban. Mi azonban felfelé nézünk, a számunkra sokkal kedvesebb ismerőshöz jöttünk vendégségbe, a templom tornyába. A Bánffy család által készítetett harang 1885-ben túlélt egy tűzvészt. Később ennek anyagát felhasználva öntette ki Székely József a borzasi templom harangját, mely több mint 3 évtizedig szolgált. E harang jelenleg Sárváron hívja istentiszteletre a helyi gyülekezetet. Fél évszázad elteltével újból Bugyi, Ürbőpusztai kéz érintette meg a sok viszontagságot látott harangot. E napon nekünk is szólt újra a Székely templom harangja.